Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 14-éig. Itt ezen a képen láthatóak a kelyhek és az utal az érzelmeidre. Itt előtted három kehely már összetörött. Itt folynak a könnyek. Itt van a szomorúság, és ez utal a múltadra. Fordulj meg, zárd le a múltad. A hátad mögött itt van egy születésnapi díszített asztal, és itt látható a másik két kehely, ami még ott áll, utal a jövőre, rád és rá. Ha munkáról van szó, akkor az utal egy szerződésre. Fest ki ezt a képet. Ez mutatja a te elképzeléseidet. Hogy tervezed a jövőt? Persze ez lehet egy kreatív, alkotó munka is. És itt látható, megszületik valami új, és az gyümölcsözni fog. Te tervezed most a jövőt. Itt ezek a pálcikák azt jelentik, hogy itt vannak lehetőségek. Fogd meg az egyiket, és ez utal a tűz elemére. Ez téged lelkesíteni fog, meg lesz nálad a bátorság. Itt vannak a lehetőségek. Itt látható ez a fiú és ez a lány, ez utal a párkapcsolatra, rád és rá. De azért figyelj oda valamire, mert a háttérben itt van ez az ördög. Ez lehet egy hamis személy, lehet egy férfi, de lehet egy nő is. De ez az ördög utalhat szimbolikusan a félelmekre is. Ő fogva érzi magát egy bizonyos helyzetben, vagy a munkát illetően, vagy az is lehet, hogy van még egy párkapcsolata. Börtönben van. Innen ki kell lépnie. Neki is kell a bátorság, hogy változtasson valamit a helyzeten. Ha én kettőtöket itt összehasonlítom, ő bátortalan, vannak félelmei, fogva érzi magát, és te itt megjelensz, mint egy királynő, és uralkodsz a tűz eleme felett. Nálad, ha egy hölgy vagy, megvan itt a bátorság, és küzdeni fogsz valamiért, vagy valakiért. De azért lesznek pillanatok, amikor bizonytalan vagy, és nálad is félelmek vannak. Ilyenkor tekints befele, és meditálj valami felett. Érezd ezt a belső tüzet, ezt a lelkesedést, és legyen meg nálad ez a belső egyensúly. Mindig gondolj arra, hogy te itt tanulsz valamit, és itt megvannak a lehetőségek. Valami beköszönt az életedbe, ami lelkesíteni fog téged, és a nap utal a sikerekre. De azért gondolj az érzelmekre, az álmokra, a vágyakra is. Erre utal a hold. Tehát itt a nap és a hold hatása alatt vagy. Ő ki fog lépni ebből a helyzetből, mert látható itt, hogy cselekedni fog, döntéseket hoz, és beszélni akar veled. Itt megvan köztetek a vonzalom, ez a mágikus kisugárzás. Persze ez a kártya utalhat egy spirituális területre is. Itt szintén ez a kart látható, ugyanúgy, mint itt ezen a képen, és az utal a levegő elemére. Ti felszabadultok a félelmektől, és itt lesznek döntések. Amit még a kard jelent, illetve a levegő eleme, az a kommunikáció. Itt látható egy út, egy új irány, ugyanúgy, mint itt, tehát fontos döntéseket fogtok hozni. Ez a kisfiú jelenti őt. Ő jönni fog, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet,
Itt ugyan egy férfi látható, de mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése, utal a te tartásodra. Te nem bízol benne. Valami miatt még szomorú vagy, de figyelj oda rá, hiszen itt is látható, hogy jönni fog, átnyújtja ezt az aranyi kelyhet. Ugyanúgy, mint itt ezen a képen ez látható. Nyitott lesz érzelmekről beszélni. Kimutatja azt, hogy szeret téged. És itt lesz egy nagy változás, egy új irány. És itt van az erő. Ez lehet egy belső erő is, a hited. Hogy te hiszel benne, hiszel ebben a szerelemben, hiszel a jövőben. És itt látható, hogy lesz egy megújulás, egy újjászületés, egy új kezdet. Ez az erő, tehát utal a belső erőre is, de mutatja a külső erőt is, hogy te adsz erőt számára, vagy ő ad erőt számodra. És nem futsz el az események elől, akkor is, ha néha valami nehéz számodra, hanem védeni fogod magadat. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!